Ebben a videóban a szervezetünkben lévő legfontosabb folyadékról lesz szó, és ez nem a vér, hanem a gyomorsav. Szeretettel köszöntök mindenkit! A gyomorsav ereje, azaz megfelelő savassága, más szóval kellően alacsony pH értéke, van a legnagyobb hatással fizikai állapotunkra. A gyomorsav pH érték 1-3 között kell legyen, az 1 az a sósav, tehát majdnem annyira erős kell legyen, mint a sósav, illetve ez az érték 1 milliószor savasabb, mint a vér, tehát nagyon savas kell legyen ahhoz, hogy az elfogyasztott ételekben és italokban lévő tápanyagokat a szervezetünk megfelelő módon tudja hasznosítani az emésztési folyamat különböző fázisaiban. Ha nem bomlanak le az ételek megfelelően a gyomorban, mert nincs elég sav, vagy nem elég erős a sav, nem tudnak, vagy nem kellő mennyiségben tudnak beépülni az aminosavak, az ásványanyagok, a vitaminok, a nyomelemek és más mikrotápanyagok, tehát komoly tápanyaghiányhoz vezethet az állapot. A gyomorsavunk mennyisége és savassága az életkorunk előre haladtával is egyre csökken, tehát egyre kevesebb lesz belőle, és ez az egyik fő oka is egyben annak, hogy idősebb korban egyre több betegség kialakulásának nő meg az esélye. Nézzük meg, hogyan épülnek egymásra az események, és hogyan vezetnek el a legkülönfélébb betegségekhez. Először is a gyomorsav egyik fő feladata az ételekkel elfogyasztott fehérjék megfelelő előkészítése, megemésztése, lebontása. Ha ez nem történik meg, jönnek az allergiák. Minden allergia fehérjékkel függ össze, a glutén a gabonákban lévő fehérje, a kazein a tejben lévő fehérje, vagy ott van a tojásfehérje allergia is. A fehérjéket lebontó fő enzim a gyomorban a pepsin, amely 1-3 közötti gyomor pH érték között szabadul csak fel. A gyomorsav feladata közé tartozik az is, hogy fertőtlenítse az ételeket, hogy elpusztítsa az ételekkel bevitt gombákat és baktériumokat is. Ha ez nem történik meg, a kórokozók mennek tovább az emésztetlen fehérjékkel együtt a vékonybélbe, ebből lesz a síbó és a kandida is. Ennek az állapotnak egyéb tünetei, puffadás, bélgáz, fáradékonyság, mivel a belegben erjedni kezd a gyomor által nem megfelelően előkészített anyag. Ha a gyenge gyomorsav miatt nincsenek a fehérjék megfelelően lebontva, ugye a fehérjékből kellene létrejöjjenek az aminosavak, hiány alakul ki az aminosavakból, az aminosavak a neurotranszmitterek és a hormonok felépítéséhez is kellenek, így ha hiány van belőlük, jön az adrenalin, a triptofán, a dopamin, a szerotonin, az acetilkolin hiány, ami depressziót, szorongást, idegrendszeri problémákat, romló memóriát eredményez. Az aminosavak kellenek a bőr, a haj és a körmök felépítéséhez is, tehát biztosak lehetünk abban, hogy gyenge vagy nem elegendő a gyomorsavunk, ha töredezettek a körmeink, ha hullik a hajunk, ha bőr problémáink vannak, például rozacea, pikkelysömör vagy ekcéma. Ha nem elég erős a gyomorsav, az ételekkel bevitt ásványanyagok, a vitaminok és a nyomelemek nem lesznek megfelelően előkészítve az emésztés későbbi fázisaihoz, tehát nem tudnak hasznosulni. Itt órákon át sorolhatnánk, hogy milyen problémákhoz vezet a B12, a folsav, a kálcium, a magnézium, a szelén, a réz, a vas hiány. Vérszegénység, fáradékonyság, B12 és vas, immungyengülés, cink és jód, máj és méregtelenítés, szelén, izom és idegrendszeri gondok, kálcium lerakódások a látszövetekben, magnézium és kálcium. Az ásványanyagok, a nyomelemek és a vitaminok széleskörű hiánya immungyengeséghez is vezet, ami a vírusok felerősödésével jár, a vírusok erőre kaphatnak, tehát a gyenge gyomorsav megnyitja a kaput a vírusos megbetegedések felé is. Az emésztetlen fehérje társulva az áteresztő bélszindrómával és a sok stresszel egyenes utat jelent az autoimmun betegségekhez. Szinte minden autoimmun betegség hátterében az áteresztő bélszindróma áll. Az éveken át jelenlévő sok nem megfelelően megemésztett étel vezet magához, az áteresztő bélszindrómához is. A savas reflux oka szintén a gyenge gyomorsav, a gyomor és a nyelőcső találkozásánál lévő izmot, ami elzárja a gyomorsavat, tehát hogy ne jöjjön fel a nyelőcsön, a gyomor pH értéke vezérli, irányítja, szabályozza. Ha nem elég alacsony a pH a gyomorban, ez a záróizom ellazul, kienged, és így
feljön a sav. A hasnyálmirigyből egyes enzimek csak kellően alacsony pH esetén szabadulnak fel. Itt is egy újabb nagy adag betegséget sorolhatunk fel, ami az enzimhiány következménye. A gyenge és a kevés gyomorsav vezet a H. pylori elszaporodásához a gyomorban, amikor el van szaporodva, saját maga is csökkenti a savasságot. A savat a gyomorban, mert magas pH környezetben, tehát lúgosabb pH-ban tud életben maradni. A vérünk pH értéke egy szűk 7,38-7,42 közötti sávon kell legyen ahhoz, hogy a kémiai folyamatok megfelelőek legyenek a vérben. Ez ugye egy enyhén lúgos pH-t jelent. Ha gyengül a gyomorsavunk, tehát a pH-ja lúgosabb irányba mozdul el, a vér pH értékét is felborítja, a vér pH-ja is kimozdulhat ebből a sávból, ami allergiához, ortogoláshoz, nem megfelelő ásványanyag működéshez és több tucat egyéb problémához vezet. Ezért is kezdtem a videót azzal, hogy a gyomorsav talán a vérnél is fontosabb folyadék, mivel a vérben a kémiai reakciókra is nagyon nagy hatással van a gyomorsavunk. És végül egy utolsó betegségcsoport, ami a kevés gyomorsav következménye, ez pedig a májától termelt ebesav mennyiségének a csökkenéséhez kapcsolódik. A sav mennyiségével jelez a gyomor a májnak, hogy termeljen ebesavat, ami a zsírok és a zsírban oldódó vegyületek hasznosításához kell. Tehát ha nincs elegendő gyomorsav, vagy nem elég erős a gyomorsav, csökken az ebesav mennyisége is, ami A, D, E, K vitamin, zsírok, omega 3 hiányhoz vezet hosszú távon. A zsírban oldódó vegyületek hiánya által okozott problémák tucatjait itt is hosszasan lehetne sorolni. Ez a videó egy 5 részes videósorozat első része volt, amelyen keresztül segíteni próbálok neked abban, hogy megértsd a gyomorsav működését, és megtaláld a megoldást a vele összefüggő problémádra. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a gyomor és a gyomorsav működéséről, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, ha találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!